No. Nagyban csorog tovább a fölvétel Bartos gondolatjai mellett. 2018. Ez 18. November 20-án második rész. Úgy, nagyba, körülbelül egy olyan jó pár perccel ezelőtt, körülbelül egy olyan 5-10 perccel ezelőtt, nagyba, így megfogalmaztam, nagyba, úgy a... Hát mindenki egyébként nézze meg, nagyba, azt a nagy videót! Az első csrész, de... Bizony. Tehát nem kő, nem. Tehát az az egész legacsi lényeg, hogy nem, tehát nem fogom elmagyarázni az első részt, nézze meg mindenki az első részt, és akkor majd, dáme, konzekvenciát tud egyébként nyújtani, de közben megiszom a maradék várásból. Sör. Dá! Me! Me! Tehát az az egésznek a lényege, hogy mit, tehát mindenkinek meg kell egyébként a az első részt nagyban nézni, hogy megértse a második részt. Tehát ugyebár 10. esztendeje nagyban egyébként foglalkozok ezzel a problémakörrel, stb. Szemétügy és példának csokáért csomposztálható falevelek, stb. De... Bőlem engedik egyébként nagyba egyébként a csömbelek nekem, meg egyébként azt ad, hogy őrült a ladisztó gyapacsot, hogy mit tudom én mondjuk, hallottam egyébként olyan ösetet, de, hogy nem fizette be bazd meg a ízét a személydíjat másfél évig, körülbelül. És milyen dolog ez, de hogy ráment néki egyébként nagyba mondjuk a csalaká, tehát a háza. Mert nem fizette be, nem volt mondjuk kék kukája, vagy hanem megoldotta. És én is egyébként a muternak egyébként nagyba mondtam, de hogy úgy bizony, dáú, mert az hogy egyszerűen milyen csalapom, például apám nagyon régebben, de nagyon dugzom. Majd egy kis papírt bévítem. Ásott egyébként kutat. Kutadó. Kuddígy. Mi a fasz köze van egyébként bárkinek arra, ha egáltalán bazd meg, de papír vitamin. Hogy kutya van az embernek a portáján, stb. Akkor gyakorlatilag itt most már mindenél fizetni kell. 30 éve ezelőtt nem így volt. Örültek egyébként nagyba, de... Örültek, ha az ember valamire viszi. Van 6 hektár kukoricájaú. Örültek egyébként egymásnak, falun pláne, de... Hogy... Mit tudom én mondjuk... Na, de...
van 5 darab disznaja, van 20 darab tíkja, meg mindenkinek egyébként volt falun, meg még a városokba is. Most ez kifordult, megfordult, bazd meg, és rossz irányba úgy. Sajnos, úgy tehát kuddíj. És a szemétre egyébként visszatérve ú. Ugye, vegyed meg a ízét a mulyadó fazdá. Heee. Nagyba vegyed meg a zsákokat, stb. De még külön füzest ki a szemét pénzt, tehát a szemét díjat. Most egy kicsit egyébként ez megkavaró. Bizonyára nagyban egyébként a Cseh-Európai Csúnió szavazta, mindezt egyébként meg, nem tudom, de gondolom. Másik, ugye találkoztam nagyban, és innen is egyébként nagyban csüdvözlöm egyébként Nagy Ádám, nagy főszerkesztőmet, úgy bizony felelős főszerkesztőmet, operatőrömet, stb. De. És nagyban, de... Csak úgy megjelzem, hogy a nagyon sokan egyébként, még Csrivátban is egyébként gyűjt egyébként két cselevél, hogy ugye találkoztam, tehát VV Somával. Na most egyébként ez nem gondolám egyébként, hogy ez megváltoztatta volna egyébként a gondolkodásmódomat ez a találkozó. Ugyanis itt két ellen példáról volt szó. Ugye egy csapitalista példáról, egy csapitalista, annyira nem mélyedtünk bele a dolgokba, de egy csapitalista műsorban szereplő csömbberül, és egy kommunisztikus bartosista csömbberül, és a kettőnek nagyba a csütközése, ahogy mondtam is, a tűz meg a víze. Tehát ez abszolút egyébként, pontosan egyébként ez volt az egészben egyébként a lényeg, hogy a két ellenkező példa találkozása. Vagy két ellenkező, nem tudom, csak. Na most, aztán még akarok egyébként beszélni majd a műanyag szatyrokról, hogy hülyeségeket hordalkozz. És a másik nagyon-nagyon fontos dolog egyébként, hogy mi a picsa közük van, mert fölírta a pár dolgot, hogy például a szöméttel kapcsolatosan, de valahol én megeszem, mert hulladék megsemmisíti való, akkor is megbüntetnek? Elveszik a házamat, mert én megeszem a szemetemet? Ezen gondolkodjon már valaki, bazd meg. Hát spórolok most is a szobába, nincsen sütés, mert spórolni kell. Tehát gondoljuk át már ezeket azokat. Majd még folytatom.